Sziasztok, én Lucky, és üdvözlök mindenkit az első heti vlogban, srácok! Az előző vlog videóban, ami egy ilyen, hát egy kisebb ilyen teljes videó volt, abban elhintettem azt, hogy el fogok kezdeni heti vlogolni, és akkor most gyorsan essünk túl az alapszabályokon. Először is természetesen minden heti vlog hétfőtől vasárnapig fog tartani, ami azt jelenti, hogy minden egyes hétfőn fog készülni egy heti vlog. Viszont ez nem azt jelenti, hogy hétfőtől vasárnapig minden egyes nap fogok videózni, tehát egy heti vlog valószínűleg nagyon ritkán fog 7 napból állni. És igazából most ez az első heti vlog is egy ilyen videó lesz, hiszen ma már szerda van, amikor jelenleg veszem fel ezt a videót, de ugye ez most hétfőn töltöm fel, szóval időhurokba kerültünk, kedves lakisták. És igazából szerintem a lényeges dolgokat elmondtam. Oké, most szerda van, azért hoztam ki ezeket, mert lemerült a külső kis zenelejátszó egységem, amit itt láthattok. Igen, jelenleg itt munkálatok vannak, kedves lakisták. Ugye ez az autóbeálló, amit most láttok a háttérben, ez már itt van egy kis ideje, viszont ez lesz az enyém, ugye látszik, hogy már a szerkezete igazából nagy rész megvan. Hát még az alját kell megcsinálni, illetve még a kapu nincs kész, itt meg festékes vagyok. De amúgy nagyon jól halad a cuccos, de a kapura már itt vannak lefestve a deszkák. A másik kapura az enyémre még nincsenek. És ugye szemből ez a cucc így néz ki, tehát ugye itt lesz kettő ilyen beálló, és itt ez a jelenlegi kerítés vagy kapu, ez itt végig körbe le lesz bontva, és ugye én ide fogok szépen beparkolni. És jelenleg igazából csak ennyit csinálok, hogy ezeket az oszlopokat, amin vannak a kapuk, ezeket festem le szépen. Ebből van 3 darab, 2 a 2 szélén, meg egy középen, viszont a középsőt most nem tudom lefesteni, mert ugye fent vannak a kapuk, majd ezt le kell szedni. És igazából ezzel az oszloppal már végeztem is, szóval még azt gyorsan lefestem, az jó lesz, Dumi. Aztán igazából kész is vagyok, és megyünk be. És ugye ebben a heti vlogban még biztos benne lesz a Győri Play-it, hiszen ezen a héten kezdem el ezt a heti vlogot, amikor a Győri Play-it megrendezésre kerül. Oké, srácok, fessünk! Na és nagyjából végeztem is, srácok, nem egy nagy meló igazából, tökre szeretek festni, mert ilyen tök ilyen kis chilles, tudod, el, hogy zenét hallgatsz, tök jó. És amúgy, hogyha nézed ezt a vlogot, lehet, hogy rájöttél, ugye ezen a héten kezdtem el, szerda van, tehát nőnap van. Most nem fogok nőnapot kívánni minden egyes lakistának, hiszen amikor ezt nézitek, már rég elmúlt nőnap, viszont ma fogok egy olyan képet csinálni, amit kirakok a Facebook oldalamra, hogy nőnapot kívánok nektek. De ami még fontosabb a mával kapcsolatban, hogy ma van a Bajnokok Ligája visszavágója, ugye ma lesz Barca PSG, meg mi lesz még ma? Dortmund Benfica lesz, így van. Oké, srácok, nem tudom mit műveltem. Szóval így néz ki ez az oszlop, amivel most végeztem. Én teljesen meg vagyok elégedve magammal. Király. Olyan király kis tavaszi idő van most már igazából napok óta. Nagyon élvezem, és egyszerűen olyan érzés, hogy csak simán beülnék a kocsiba, és így elkocsikáznék így a semmibe, mert nem tudom, egyszerűen olyan rohadt jó érzés van. Léci az izót szedredbe, köszönöm. De minden esetre festéshez tökéletes idő volt. Ma van. Oké, és vár Facebookra lőjük is a jó kis nőnapi köszöntőmet. Hát itt háttérbe becsukjuk szépen az ajtókat, szép legyen, így csuki legyen. Nagyon hasznos tud lenni ez a wifi, ha most pont nem látjátok, akkor lenne értelme, hogy látnátok, amikor itt állok, de tudjátok, mint megcsináljuk. Szóval amint most látjátok, ugye ott van a telefon képernyőjén, amit itt lát ez a kamera, nagyon hasznos tud lenni, igazából csak egy wifi-s kamera kell hozzá. Oké, csináltunk jó pár képet, srácok, szerintem az egyiket szépen fel is rakjuk, és megköszönjük a csajokat. Azért az elég jó biznisz egyetlen egy világszállal felköszönteni több ezer nőt. Gyerekek, valamit jól csinálok. Na és a Matyó, akit ismerhettek a focis kihívásokból, kitalálta, hogy új profilképet akar csinálni, és hát a legprofi fotós kérte fel, Mr. Lutkebite. És az a helyzet, hogy most kimegyünk a kilátóhoz, és ott megpróbálunk csinálni jó kis fotókat, bár hát ez nem tudom mennyire fog összejönni, mert elég rossz helyen van most a nap, hogyha azt nézzük, de azért megoldjuk. Úgyis kocsikázni akartam, nem fogunk sokat, elmegyünk Mátér, meg fel a kilátóhoz, aztán
Oké, okay, akkor gyorsan felvesszük Matyót, és igazából Csitu. Felfutunk a kilátóba, csinálunk pár képet, és igazából jövünk is haza, aztán valamit kajálni kéne. Istenem, de ez a tavaszi idő. Amikor beültem a kocsiba, amikor már melegebb van a kocsiban, mint kin, ez olyan rohadt jó érzés volt ez a hideg tél után. Amúgy, hogyha valakit érdekel, akkor Canon EOS 70D-vel fogunk most fotózni, majd meglátjuk. Jön a Matyó. Jó napot! Hello! Van egy a kulcsom. Ja. Mi a helyzet? Semmi különlés. Nevezetem. Mit csináltátok a Segway versenyt? Így van, valóban. Micsoda. Helyzetfelismerés volt, ez kérem be jutott. Na, akkor csinálunk képeket. Nem sokan azt hiszik, hogy azért vagy Matyó, mert Matyja. Igen, pedig ez nem igaz, én Máté vagyok. Szerinted lesz normális kép? Szerintem, hát ennyi közül. Én megtettem től minden tőlem telhetőt. Csak lesz. Majd kicsit photoshopolt, az ja, jó. Kicsit nagyobb melleket csinálunk. Ja. Feltöltöd a számat. Igen. Ugye, úrka szájok. Kirúzsozlak. Igen. Találkozom meg közelebb is, egyszer meghúzod, aztán még egyszer. Sziasztok. Sziasztok. Milyen figyelmes ez a Máté gyerek, gondolt rátok. Érj hozzá! És már aznap este van, srácok, már megy is ott a futball mérkőzés a háttérben. Az a helyzet, hogy a harmadik percben megszerezte a Barcelona a vezetést. Aki nem tudná, az első forduló eredménye az Párizsban 4-0 volt, lefocizták a Barcelonát. És tulajdonképpen az, hogyha innen felállna a Barcelona, az maga lenne a csoda. 3 perc alatt szereztek egy gólt, tehát elképzelhető, hogy innen még fel tudnak állni, de hogyha egyet betalál a PSG, akkor 6-ot kéne rúgnia a Barcelonának. Most lett vége a mesének, srácok. Azt a rohadt életben. Erről nem beszélek sokat, mert igazából amikor ti ezt a videót látjátok, akkor már rég lement ez a meccs. De a Barcelona a semmiből hozta vissza. Alapból 4-0-ás hátrány, utána pedig még idegenben rúgott egy gólt a Párizs, ami azt jelentette, hogy ezen a meccsen 6 gólt kell rúgnia a Barcának, hogy tovább menjen. A 6. gólt a 95. percben rúgták, elképesztő. Na jó, a mai napból ennyi, nézzünk meg, mi van holnap. És már is csütörtök van, itt vagyok Sopronban, az a helyzet, hogy ma van a Fanninak a névnapja, március 9 meg ma alapították az Intert, szóval nem lehet véletlen, és tulajdonképpen neki szeretnék most valamit vásárolni, meglátjuk, hogy ez mennyire fog összejönni, én minden esetre megpróbálok valami jó cuccot találni. Nagyon szereti ugye a pandákat, lehet, hogy majd olyasmit fogunk nézni, de hát ezt majd eldönti a sors. Egy ilyen plusz tök jó lenne. Csak hát minden van, csak panda nincs. De ez például mi? Ez macska, jó. Hát ez eddig nem egy sikertörténet, srácok, igazából végigjártam jó pár boltot. Ezt találtam, úgy igazából ez így szépen néz ki, megvettem. Semmilyen, tök sok plüss láttam minden boltban, panda nincsen sehol. What? Na mindegy, és igazából most vagyok Fannér, szóval erről lecsúsztam, szóval most nem tudom, hogy mit fog majd kapni. Majd kiderül. De amúgy már át kellett volna festenem ugye még egyszer a kapulábakat, mert ugye kétszer azért át kell festeni, hogy normálisan nézzen ki. Az a helyzet, hogy délelőtt eső volt, meg egész délután is folyamatosan ilyen felhősöd. Most kisütött a nap, viszont most már szerintem nem állunk neki, majd holnap lefestem másodjára. És megint másnap van, srácok, most keltem fel. Az a helyzet, hogy holnap play-t, már nagyon várom. És de most először fókuszálunk egy problémára, hiszen van egy problémám, egy újabbam. Itt van egy mini USB kábel, és itt van a GoPro Hero 4 Silver, azt hiszem a Silverre kijelzős, tök mindegy. Hogyha bedugom a számítógépben, akkor észleli, hogy csatlakoztattam valamit, de azt írja, hogy ismeretlen eszköz, és el is tűnik. Viszont tölti. És ugye, hogyha bekapcsolom a GoPro-t, akkor fel kéne ugrani annak az ablaknak, tudjátok, ahol be tudom importálni a fájlokat. Hát ugye most bekapcsolom, ismeretlen USB eszköz,
és a GoPro-nak itt a hátulján is egy olyan logónak kéne lennie, hogy csatlakoztatva nem a kijelző. Na, ennek kéne folyamatosan ott lennie, csak most megjelenik, és megint el fog tűnni. Így van. Szóval van egy olyan problémám, hogy most a Windows 10 nem ismeri fel ezt a GoPro 10-et. Utánalosan fórumokon igazából, hogy milyen helyzet ezzel, és többen is vannak ilyen problémával, szóval mindenki azt mondja, hogy hú, berúgtam egy másik USB portba, jobb lett, meg ilyenek, de nekem semmi nem működött, ezért rendeltem valamit. Nagyon-nagyon remélem, hogy ezzel ki tudjuk játszani, bár hát elég valószínű, hogy igen, mert teljesen máshogy közelíti meg a dolgokat. Kingston Media Reader, baby, ez egy külső kártya olvasó, támogatja alapból a mikro SDXC-t is, szóval nem is kell még átalakítozni nekem. Ja, szóval ez egy USB 3.0-as külső memóriakártya olvasó, meg fogjuk nézni, hogy működik-e. Meg hogy milyen gyors, az is lényeges. Ugye nekem van beépítve egy memóriakártya olvasóm. Nem tudom mennyire látjátok, de ott belül el van mozdulva. Ott még egyszer, amikor volt benne egy memóriakártya, valamit ráejtettem, vagy rácsaptam, nem tudom már mi volt, az a lényeg, hogy nem a kártya törött el, hanem úgy elmozdult, hogy nem tudtam utána már kártyát beledugni, szóval azt tönkre basztam. Na és itt is van a cucli, és akkor most ugrik a majom a vízbe. SDHC, bedugjuk. Ó, felvilágít. És ott van. Itt is vannak a GoPro fájlok, szóval nagyon jó, hogy ez itt felvilágított, meg így villog, gondolom, amikor olvas. És most azt fogjuk kideríteni, hogy milyen gyors. 65 megabyte per szekundummal másol. Az elég fassa, és ezt elég stabilan tartja. 65 megabyte per szek. Jó. Ez jó, én meg vagyok vele elégedve. És srácok, péntek este van, ami azt jelenti, hogy Minecraft streamet nyomunk, éppen élőben vagyunk. Srácok, írjátok meg chatbe, hogy hashtag heti vlog. Oké, aztán mindjárt megmutatom, milyen robbanás lesz a cseten, és amúgy így néz ki, amikor streamelek, ott egy lámpa, itt egy lámpa velem szemben, meg ott van mögöttem egy zöld háttér. Ohoho. Így kell ezt csinálni, srácok. Gyorsan lenyomjuk ezt a streamet, és akkor pihenünk a holnapi playitre. Holnap találkozunk. És már itt is vagyunk másnap, srácok, reggel 7 óra 14 perc van, ami azt jelenti, hogy felkelésem után 14 percre is készültem, úgyhogy bepakoltam, ami kell, felkeltem, felöltöztem, és igazából már itt vagyok a kocsinál, és megyünk, mint vadállat. Vagy nem, mint vadállat, de megyünk Győrbe. És itt is vagyunk Győrben, már itt épülnek a mozdulói gamer cuccok, ahogy látom van mászófal, megint lesz ilyen lézörteg cuccos, szóval megint lehet majd mókázni. Belülről most így néz ki az Etopark, ugye három szinten lesz a play-t, például itt van a videósbolt, és ott van valami lolos versenyzés, és itt lesz a dedikáló zona, minden youtuber ott fog ülni. Nagyjából fél óra van nyitásig, és azért elég sokan állnak már ott. Jó, kaját szerezek nála. Videó? Szia. Szia! Jó reggel! Mi a helyzet? Sziasztok! Elment a Jizmin! Elment a Jizmin! Dél van, 9-től vagyunk itt, ugye? Ja. És Zaba time. És át is warpoltunk így az éjszakámba, ugye, srácok, most van 7:30, most értem haza, ezt bekapcsolom. És igazából most csak meg szeretném köszönni mindazoknak, akik ma a Győri Playten gondoltak rám, esetleg rajzoltak, levelet írtak, ajándékot hoztak, egyáltalán odajöttek aláírásért képet csinálni. Ugye a képcsinálásról annyi, hogy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sokan voltatok srácok, és ott igazából ott a biztonsági őrök, meg ott az emberek, akik így rendezgették a többi embert, azok mondták, hogy a képcsinálás innentől noku. Aki láttam, hogy már elő van készítve a mobilján a fényképező alkalmazás, azzal azért még próbáltam gyorsan, gyere gyorsan, de igazából nagyon sokszor lecsesztek minket a szervizék, akik ott voltak, hogy nem, ne csináljatok képet, mert nagyon sokan vannak. Valakivel nem sikerült képet csinálni, srácok, illetve azt is el szeretném mondani, hogy amikor kirohanok WC-re, tehát kijövök a dedikáló részéből, hogy elmegyek egyet a mosdóba, mert szükségem van elmenni, akármilyen hitetlen ember vagyok,
És akkor mondom az embereknek, hogy most mosdóba megyek, sajnálom, majd jövök ide vissza a dedikálózónába, aztán majd ott találkozunk. Nem, követnek a budiba. És igazából ez nagyon-nagyon idegesítő volt, és ilyenkor mondtam is, aki követett a mosdóba, hogy Léci, hagyjál már, most megyek mosdóba, ott majd Tali viszont, ahol voltunk, de mindegy, valakik nem értették ezt meg, mindegy. Meg igazából a folyosón, a dedikáló meg a mosdó között nem igazán állhatok meg, srácok, mert tehát hogyha megállok egy embernek, Laki, csak egy kép, csak egy aláírás, amíg azt megcsináljuk, addig plusz 20 ember oda fog jönni, csak egy kép, meg még csak egy aláírásért. Ezt ti gondolom, ha kicsit belegondoltok, ti is tudjátok, ez így nem működik. De azért van igazából a dedikáló zóna, reggel 9-től este 6-ig ott voltunk, ott akkor lehetett oda jönni, kéve déltől egyig volt egy kis szünet. De mindegy, a lényeg az, hogy nagyon-nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki ott volt, és akkor ugye ma van szombat, szóval még a holnapi napról ebben a heti vlogban láthattok majd még egyet és mást. Nem tudom, hogy még mi lesz, de biztos majd bejelentkezek. Oké, srácok, találkozunk holnap. Alszok. És vasárnap van a heti vlog utolsó napja, srácok. És ma meccs nap van, tehát intermeccs lesz. Illetve most azért még előtte gyorsan egy kis murvát be kell hordani az épülő beállomba, ugye, mert murva lesz az alapja, behordjuk. Szóval azon essünk túl, jó pár talicskával be kell hordani, szóval nyomjuk. Na hát jó, ez vicc. Ez vicc, srácok. 34 perc alatt 5-0 Inter Atalanta. Mit kellett csinálni? Jó, és srácok, igazából a mai napom tulajdonképpen ennyiből állt. Tehát ez egy ilyen tipikus, ilyen kis, jó kis pihenős vasárnap volt, ráadásul 7-1-re győzött a kedvenc csapatom, ami elképesztő, és nagyon-nagyon örülünk neki. És srácok, igazából ennyi lett volna ez az első heti vlog. Ha tetszett nektek, akkor mindenképpen írjátok meg hozzászólásban, hogy szeretnétek még ilyeneket látni, vagy sem. Mert igazából én élveztem ennek az elkészítését, tehát nem úgy kellett csinálni, mint egy napi vlogot, hogy minden nap legyen meg valamiről beszélni kell, valami azért, hogy nem hiszem el ez. Hát igazából nem is olyan fárasztó, mert hetente csak egyszer kell egy ilyen videót összevágni. Szóval mindenképp, hogyha tetszik nektek, akkor egy lájkkal jutalmazzátok, és akkor fogjuk ezt még csinálni a jövőben is, mert én is élveztem, hogy megmondjam a frankót. Oké, srácok, találkozunk a következő heti vlogban is, következő hétfőn. Én Laki voltam, sziasztok!